Csapadíjós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csapadíjós Győr. Ahogyan a természet, úgy a Lilafüredi Sport és Kalandpark, vagy a műsorunkhoz kapcsolva, a DVTK Park is éledezik. Számos program várja ezúttal is már a tavasz, de a nyár folyamán is a sportolni vágyó fiatalokat, idősebbeket, a gyerekeket, családokat. Mai műsorunkban bemutatkozik tehát a DVTK Park, valamint ráhangolódunk a hétvégi DVTK Ferencváros NB1-es női labdarúgó mérkőzésre, és e-sporttal is jövünk ebben a 20 percben. Köszöntöm Önöket, Martini Emil vagyok, ez a Csillagpont Rádió, benne a DVTK magazinja, csak a Diós György címmel. Kezdünk itt a 103 MHz-en. Csak a Diós György! Kupadöntős ellenfelével találkozik bajnoki mérkőzésen most hétvégén vasárnap 15 órától hazai pályán a DVTK női labdarúgó csapata. A piros-fehérek a bajnokság rájátszásának második fordulójában a Ferencváros csapatát fogadják. Mint ismert, a Diósgyőri lányok huszáros tavaszi szereplésüknek köszönhetően első NB1-es évükben bejutottak a legjobb négy közé, ahol a legutóbbi fordulóban az MTK otthonában 2-0-ás vereséget szenvedtek, így egy picit távolabb került ugyan a bajnoki döntő reménye, de Fúri Sándor lányai természetesen nem adják fel a harcot. Mindent megtesznek azért, hogy közelebb kusszanak az első két helyezethez. Az első lépést a Ferencváros ellen lehet tehát megtenni vasárnap. A női vonalon is rangadó esélyese a vendégcsapat, de persze a labda gömbölyű és a hazai pálya előnye, a várhatóan szép számú közönség erőt adhat majd a DVTK együttesének a 3 pont begyűjtésére. Fúri Sándor vezetőedzővel készült beszélgetésünk első részében a DVTK női labdarúgó csapatáról, a kitűzött célokról és egy kicsit a jövőről érdeklődtünk. A szezon elején megfogalmaztuk magunknak azt a célt, hogy az elsőtől ötödik hely valamelyik a célunk. Az, hogy most a négy közébe jutottunk, ennek nagyon örülünk. Azt azért tudni kell, hogy sem az MTK-t, sem a Ferencvárost még egyszer nem vertük meg. Tehát kíváncsi leszek arra, hogy a lányokban mekkora tartás van. Most azt látom rajtuk, hogy nagyon nagy az önbizalmuk. Úgy gondolják, hogy mindenre képesek. Taktikailag nagyon jól fel vannak készítve. Két játékrendszer nagyon jól tudnak játszani. Tehát minden adott ahhoz, hogy sikeresek legyünk. A szakmai stáb mindent elkövet azért, hogy ők egyre jobb formában legyenek. Mi, a stábtagok, mi gólt rúgni nem tudunk, tehát amikor fölmegyek a pályára, akkor a jó játék, az eredményes játék az már csak rajtuk múlik, de mi mindenben segítjük őket, és remélhetőleg, hogy ők nagyon sikeresek lesznek. Ami biztos, ha a csapat sikeres, az általában mindig a játékosoknak köszönhető, ha sikertelen, az még mindig a stábnak. Tehát én azt gondolom, hogy ameddig siker van, addig ők ezt nagyon élvezzék, tehát mindent megteszünk azért, hogy ők nagyon jók legyenek, rivalda fénybe legyenek, mi meg szépen hátul dolgozunk, és remélhetőleg ez tavasszal nagy eredményeket fog eredményezni. Mennyire segítik a munkátokat a vezetők, ezek a körülmények, amelyek itt Diósgyőrben fogadták a női labdarúgást? Vezetők is nagyon mellénk álltak. Bencés Miklós kimondottan segíti a női labdarúgást, mindez utánpótlást érem, mindig felnőtt dolgokról is szoktam vele beszélgetni, tehát azt gondolom, hogy ő mellettünk áll, mindent elkövet azért, hogy a női labdarúgás folyamatosan fejlődjön, és azt gondolom, hogy klubon belül is most már egyre jobban kezdik átérezni annak a súlyát, hogy itt van egy női labdarúgó csapat, és hogy itt igenis ezt a női labdarúgó csapatot támogatni kell, mert hogyha mindenki ezt a csapatot mondjuk csak egy kicsit is támogatja, akkor mindenki a sikereket magának is érezheti. És úgy gondolom, hogy a DVTK családon belül teljesen mindegy az, hogy milyen szakosztály, milyen csapat ér el sikereket, de itt ugyanúgy kell örülnünk minden egyes csapat sikereinek. Az ellenfelek személyben is, de itt a DVTK családon belül is felállítottatok egy mércét. Ott vagytok a négy között a bajnokságban, döntő közeli állapotban a DVTK női labdarúgó csapata. Milyen elképzelései vannak a klubnak, neked a csapatnak a jövővel kapcsolatosan? Szerintem nekünk a kitűzött céljainkat kell tartani. Tehát erre az évre a kitűzött célunk már, mint említettem, azt, hogy az első öt hely valamelyike volt. A következő szezonban a első, második, harmadik hely megszerzése lesz a bajnokságban, és az azt következő szezonban szeretnénk bajnokok lenni. Hogyha ez előbb sikerül, mint ahogy mi ezt elterveztük, akkor ennek csak külön tudunk örülni. Ha most sikerülne bejutnunk a bajnoki döntőbe, és jövőre csak harmadikok lennénk, akkor sem kenődnénk el, ugyanis a célunk az, hogy 2 év múlva nyerjük
nyerjük meg a bajnokságot. A csapaton belül nagyon jó karakterek jöttek össze, különösképpen figyelünk arra, hogy kiket igazolunk a csapatba. Az, hogy ilyen teljesítményre képesek, az elsősorban annak is köszönhető, hogy fiatalon nagyon jó képzést kaptak. Mi próbáljuk őket folyamatosan fejleszteni, és ezáltal most már 3 utánpótlás válogatott játékosunk van a magyar válogatott színeiben. Van szerb válogatottunk, román válogatottunk, de szeretném azt, hogyha Vakter Fanni és André Antónia például minél előbb be tudna mutatkozni a magyar felnőtt válogatottban. Számunkra az lenne az igazán nagy siker, hogyha mondjuk egy másfél évén belül ott lennének, játszanának meccseket. Én azt gondolom, hogy fontos számunkra az, hogy váltott játékosaink legyenek, de elsősorban a klubbal való jó felkészülés, siker, tehát számunkra ez a legfontosabb. És az, hogy őket elhívják a váltottba, és ott is sikeresen tudnak szerepelni, az csak egy plusz az ő karrierjükben. Szerintem ennek a csapatnak van egy álma, amellett, hogy természetesen sikeres legyen ebben az idényben, hogy minél több szurkoló látogasson ki ezekre a elsősorban hazai találkozókra. Azt is el tudnám egyébként képzelni, remélem, hogy akár e-műsor nyomán is, akár az ultrák, vagy az igazi diósgyőri szurkolók már erre a hétvégi mérkőzésre olyan hangulatot teremtenének, mint egy-egy DVTK férfi mérkőzésen. Mikor jöhet el szerinted ez az idő, amikor majd hasonló szurkolásban lehet része a diósgyőri lányoknak, mint például a fiúknak? Hát az akkor jöhet el, hogyha megnyerik a bajnokságot, és a bajnokligás csoportkört Miskolcra tudnánk hozni. Szerintem az egyedülálló lenne, bajnokligás mérkőzést, ha jól tudom, akkor még itt nem rendeztek, tehát akkor azt gondolom, hogy megtelne a stadion. Most a realitás az az, hogy először szépen apránként 100-200-300 fő jöjjön ki a meccseinkre, szurkoljanak nekünk, szeressék meg a női labdarúgókat. Ezért is örülök, hogy most a női labdarúgással tudunk beszélgetni. Szeretném, hogyha minél több médiában a lányok meg tudnának jelenni, lehet az internetes média plakátokon reklámozza őket, de hát az a fontos, hogy városba ismerjék meg a lányokat, tudják, hogy mondjuk, hogy ki kicsoda, és ezért mindent el fogunk követni. Tehát a női labdarúgás reklámozása az nem csak a diósgyőri klubnak fontos, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetségnek is. Tehát elindítottak egy programot, szeretnék, hogyha minél több kislány kezdene el focizni, minél többen ismerik meg a női labdarúgást. Az, hogy a kislányok kezdenek el focizni, minél többen az azért jó, mert a későbbiekben, amikor felnőnek és gyerekük lesz, és szeretik a labdarúgást, akkor nem az lesz, mint ami mondjuk most van, hogy kimegy az apuka a meccsre, családból mondjuk egyedül, hanem az anyuka viszi ki a családot, tehát az azt jelenti, hogy kimegy anyuka, apuka, meg még a két gyerek, akkor 4 embert visz ki. Ha most megnézzük, hogy egy átlag mérkőzésen itt Miskolcon vannak mondjuk 3000, tehát ha még hozzászámolik, ha mindenki kivinni a családját, mondjuk még 9000 főt, akkor azt jelenti, hogy 12000, és már majdnem megtelt az új stadion. Tehát ezért is fontos, hogy minél több kislány kezdjen el focizni, minél többen ismerik meg a női labdarúgást. Ez azt gondolom jó a városnak is, és nagyon jó a DVTK családnak is, hogyha minél többen jönnek ki a női mérkőzésekre, mert remélem, hogy ezek a sikerek, amik most vannak, azok későbbiekben is lesznek, és ezáltal mindenki egy-egy mérkőzés után örömmel tud hazamenni, és mondjuk az a délutánja az vidám lesz. A találkozó, mint említettem, rangadó tehát a javából, egy-egy DVTK Ferencváros mérkőzés minden sportágban, pláne labdarúgásban, presztízs csata, még női vonalon is. Meg is adja majd a módját ennek a találkozónak a DVTK, ugyanis egyrészt várja az ultracsoportokat, a piros-fehér színekért szorítókat a Diósgyőri Klub vasárnap 15 órától a DVTK edzőközpontjában. Ennek a részleteivel és a Fóris Sándorral készült beszélgetés második részével is majd hamarosan jövünk, akkor már természetesen a Ferencváros elleni találkozó esélylatolgatásával várjuk Önöket. Csak a Diósgyőr! Rendezvények erdei környezetben, nyaralás Lilafüreden, túrák, táborok, kalandok 3-tól 99 éves korig, felnőtt kihívások, és persze mindez a természet lágy ölén a Lilafüredi Sport és Kalandparkban, azaz a DVTK Parkban Lilafüreden. Folyamatos programokkal vár mindenkit a létesítmény, és már most tavasszal, de persze nyáron és majd az ősz folyamán is. Bemutatkozik most műsorunkban tehát a DVTK Park, mert premier ez a javából, hiszen először hallhatnak itt a DVTK magazinjában erről a tényleg minden ízében sportos létesítményről. A vonal túlsó végén köszöntöm Szabó Leventét, a DVTK Park vezetőjét, aki most segítséget nyújt abban, hogy megismerkedjünk ezzel a csodálatos létesítménnyel. A parkunk ugye 3 éve nyitotta már meg a kapuit, és meglehetősen komplett szórakozást nyújt, ahogyan is mondta, bármely korosztály számára. Minden életkori szegmens ki tudunk szolgálni, gondolva itt a legkisebb gyerekektől, elkezdve egészen akár a nyugdíjas
korú, akik mindenki megtalálhatja nálunk a saját maga szórakozását. Ugye a park egy futballtematikus parkként épült meg, szorosan kötődünk a DVTK-hoz is. Rengeteg olyan attrakciónk található, amely valamilyen szinten köthető a labdarúgáshoz. Gondolok itt arra, hogy rendelkezünk egy szabvány 40x20-as műfős pályával, Rummenigge focisulival, a játszóterünk is a DVTK színeiben pompázik, illetve egy speciális futballtematikájú szabadulószobánk is van, ahol az 50-es évek aranycsapatának a legendáját lehet újraélni, és egy picit megváltoztatni a történelmet. Mindezek mellett természetesen rengeteg olyan tipikus kalandpark jellem is megtalálható, amely a többi kalandparkban is az országban, gondolok itt akár a kötélpályára, mely gyermek, junior és felnőtt pályákból áll, tehát ez is nagyon széles életkori skálát fed le, illetve vannak kicsit speciálisabb kalandpark elemek, mint a zipline, amely egy óriás átcsúszás jelent a park felett, illetve egy szabadesés szimulátor nevezetű ejtőgépünk van. Jól gondolom-e, hogy ahogy éled a természet, úgy természetesen éled a DVTK park is. Gondolok itt arra, hogy vannak már tavaszi programok, sőt gondolom már a nyárra is előkészültek, hiszen a tavalyi, sőt azt megelőző esztendőkben is a különböző táborok nagyon-nagyon közkedveltek voltak itt Miskolcon is környékén. Így van, így van. Hát ugye a fő irányvonal a nyári időszakban, az mint ön is említette, az a táborozás. Idén is 8 héttel készülünk a táborozó gyermekek számára, DVTK foci táborokkal. Hamarosan a nagy közönség elé tárjuk a pontos időpontokat, érdemes a honlapunkat, Facebook oldalunkat követni ezzel kapcsolatban. Egy-két héten belül kijönnek a táborok pontos időpontjai, illetve más egyéb rendezvényekkel is természetesen készülünk. Hamarosan ugye közeledik a május egy hosszú hétvégéje, oda is különböző programok várhatóak, illetve minden hétvégén érdemes kitérni hozzánk, mert mindig valamilyen aprósággal igyekszünk színesíteni a partnak a programját. Ugye 2018 labdarúgó VB éve futball tematikus parkként nem térhetünk ki azelől, hogy valamilyen a VB-hez köthető programmal ne készüljünk. Ez is hamarosan a széles nyilvánosság elé tárjuk, hogy mi is a pontos programunk erre az időszakra. A foci tematikus kalandpark mellett azért természetesen más sportágok is főszerepet kapnak. Itt is visszautalnék a DVTK-kel kapcsolatra, hogy szinte minden DVTK szakosztálynak valamilyen kis szelete megtalálható a parkon belül. Van streetball pályánk, ugye, ahol a kosárlabdázás szenvedélyének lehet hódolni. Rendelkezünk egy kis méretű téli nyári jégpályával, ott a jégkorongozók életét lehet egy kicsit átélni, rendelkezünk pingpongasztalokkal, óriásak készlettel. Tehát nagyon-nagyon sok olyan sportágunk van, ami nem tipikusan a labdarúgás, ugye, hanem más egyéb szabadidős elfoglaltságok lehetnek, és a DVTK-hoz pedig köthetőek. És még annyiban is szélesedik a kör, hogy a parkunk rendelkezik egy saját falatozóval is, ahol akár egy kellemes ebéd, vagy egy könnyed kis 10 órai uzsonna is elfogyasztható, illetve ugye a partnerünk, a Libegő is mindössze egy 500 méter kényelmes sétára található, tehát én úgy gondolom, hogy Lilafüred és a Kantpark egy olyan komplex szórakozási lehetőség, amely egy család számára nyugodtan jelenthet egy napos kikapcsolódást is akár. Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Nagyon szép győzelmet aratott az elmúlt hétvégén a DVTK eSport Pro Clubs csapata. A Diós Győriek két mérkőzést vívtak a Hunz Ultras ellen, és az elsőt 2-0-ra, míg a másodikat 3-0-ra nyerték meg. Telegdi Zoltán, a DVTK e-sport szakosztály elnöke, ezzel a nagyon fiatal Diósgyőrben pedig mindenképpen fiatal sportággal, szakosztállyal ismerteti meg most a hallgatókat. 2017 nyarán megalakult a DVTK e-sport szakosztálya, velem szemben pedig Telegdi Zoltán, a szakosztály vezetője. Mielőtt bármire rátérnénk, szerintem tisztázzuk azt, hogy mi is pontosan az e-sport. Üdvözlöm a hallgatókat! Hát az e-sport egy olyan tevékenység, amit számítógépes játékok segítségével végzünk. Hagyományos játékoktól annyiban tér el, hogy más a motiváció. A játékokat általában a kikapcsolódás, szórakozás és a játékoktól kapott öröm és sikerélmény
miatt végezzük. Az e-sport tevékenységénél egy kicsit több, itt a játékok a versengés, versenyzés miatt üzetnek. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyre jobbak legyünk a játékban, egyre jobb eredményeket érjünk el, győzzünk. Egyetérthetünk abban, hogy a számítógépes játékok inkább szellemi erőfeszítéseket igényelnek, mint sem fizikaiakat. Talán emiatt is van az, hogy nagyon sok emberben ellenérzés támad, amikor a sportok közé próbáljuk emelni. De gondoljunk itt nyugodtan a sakra és a dartsra, de említhetem itt az autóversenyzés játékát is, ahol a pilóta a volán mögött ül. Ahogy bármilyen más sportban, úgy az e-sportban is a győzelem és az eredményesség mögött ott van egyfajta erőfeszítés. Ezt mindenképpen el kell, hogy ismerjük. Belegondoltunk abba is, hogy egy verseny, illetve hogy igazán eredményesek legyünk egy adott versenyen, ahhoz nem elég az elménket csiszolni. A versenyek, amiken részt szoktak venni az e-sportolóink, nem ritkán 5-6 órás versenyek szoktak lenni, sőt igaziból hétvégenként szokott lenni olyan bajnokság, minden hétvégén van, ahol 40 mérkőzést kell lejátszani, egy mérkőzés körülbelül fél óra, ez azt jelenti, hogy a hétvégén 20 órát kell ezzel a játékkal játszani. Ahhoz, hogy mentálisan felkészültek legyenek, és az adott pillanatban tudjanak koncentrálni, jó döntéseket hozni, ugyanúgy, mint a sportolók, fizikailag is jó kondícióval kell rendelkezniük a sportolóinknak. Ez az összes eredményes e-sportolónál így van. Mi itt a DVTK e-sport szakosztályán a játékosaink fizikai kondíciójára is nagy hangsúlyt fektetünk. Tehát az e-sportolók ugyanúgy, mint más sportolók, fizikailag és szellemileg is felkészültnek kell, hogy legyenek, hiszen csak így tudják megvalósítani a céljaikat. Visszatérve arra, hogy mi is az e-sport, amikor professzionális játékosok szervezetten versenyszerűen mérik össze képességeiket számítógépes játékban. Jelenleg egyébként több mint 60 országban, ahol az e-sportot hivatalosan is elismerik, mint sport. Hazánkban jogilag még nem fogadták el az e-sportot, de reméljük, hogy ez mi hamarabb változni fog. Bajnokságok is szerveződtek, de hát természetesen itt fontos, mint más sportágokban is, például a tréningek, a különböző edzések. Mit lehet erről tudni? Az edzések a DVTK edzőközpontjában vannak, ahol a számítógépes játékok mellett taktikai elemeket, figurák gyakorlásával is foglalkozunk, reflexjavító feladataink vannak, illetve csapatépítő tréningeken veszünk részt. Szerencsénk van, ugye a DVTK-ban nagyon sok futballhoz értő szakember segíti a munkánkat, edzők, mérkőzéselemzők vannak a segítségünkben abban, hogy a játékosaink egyre jobbak legyenek. Nemrégiben például lehetőségünk volt, hogy a DVTK nagy csapat játékosaival játszunk egy számítógépes mérkőzést. Nagyon érdekes volt, hogy a nagy csapat sportolói milyen fegyelmezetten és tudatosan játszottak a videójátékkal. Mint kiderült később, ők is bevallották, hogy elég sokat játszanak a FIFA játékkal, szabad idejükben feszültséglevezetés céljából. Nagyon érdekes volt. Nagyon sok országban nyugodtan mondhatom, hogy kiemelt sportákként is kezelik az e-sportot. Most már hazánkban is megjelent. A DVTK volt az első olyan klub, amely felkarolta ezt az e-sportot az országban, és megalakult az e-sport szakosztály Pirosfehér klubon belül. Miért pont a DVTK volt az első? Hát az e-sport egy nagyon gyorsan fejlődő terület, ha úgy tetszik iparág, nagyon nagy jelentőséggel bír üzleti és sportmarketing területen is. Létezik már olyan korosztály, akiket a hagyományos sportközvetítések nem érdekelnek. Egyszerűen csak azért, mert más az érdeklődési körük. Ha nem figyelünk ezekre a fiatalokra, ezeknek a fiataloknak az igényeire, hangsúlyozom, itt generációról van szó, akkor könnyen elveszíthetjük az érdeklődésüket. Tehát az igény megvan rá, erre kellett reagálni. A DVTK egy innovatív klub elsőként hozta létre az e-sport szakosztályát. Persze ezzel még korán sincs vége a történetnek, hiszen tavaly augusztus óta még nagyon kevés idő telt el. Felnőttként, hogyha lehet így fogalmazni, 20 éves koromban, jó magam is ugye a focival, a jégkoronggal, kosárlabda, különböző számítógépes játékokkal leültünk és játszottunk a barátokkal, haverokkal. Itt most Diósgyőrben a DVTK e-sport szakosztályában. Most mi a fő játék? A DVTK fő tevékenysége ugye a labdarúgás, futball. Ehhez kapcsolódott az első játék kiválasztása. A FIFA játékot egyébként nagyon sokan ismerik és játszák. Itt a futball csapatot kell irányítani. Tehetjük ezt úgy, hogy egyedüli egy játékos módot választunk, vagy úgy, hogy mind a 11 játékos 11 ember irányít. A játék készítői lassan 20 éve fejlesztik a játékot, törekednek a lehető legjobb élethűségre, a legjobb vizuális látványok elérésére. Azt gondolom, hogy ott tart a program, hogy nem csak a játék nyújt maga a élvezetet, hanem a mérkőzések megnézése is. Mérkőzéseink egyébként megtalálhatók a DVTK weboldalán. A játékidő 2x6 perc, nagyon izgalmas mérkőzéseket szoktunk játszani. Hasonlóan, mint az igazi futballban, létezik a magyar bajnokság, ahol a DVTK egyelőre a másodosztályban van, de mindent megteszünk, hogy feljussunk az első osztályba. A lehető legtöbb játékosunkat válogassák be a válogatottba. A válogatott egyébként nagyon szép eredményeket ér el külföldi csapatok ellen. Amikor épp most itt beszélgetünk, akkor odakint a műfüves pályán pedig a Diósgyőri utánpótlást mérik fel jelen pillanatban ugye az edzők, de
az e-sportolókat is valahol csúnya szóval évet össze kell szedni. Ha jól tudom, akkor egy-egy toborzás alkalmával azért vannak jó páran, akik jelentkeznek. Kik jelentkeznek elsősorban e-sportolónak? Lehet-e még jelentkezni, illetve milyen kvalitásokkal kell rendelkeznie valakinek, hogy akár itt a DVTK e-sport szakosztályában is sportolhasson? A játékosainkat valóban egy toborzó verseny keretében válogattuk mi is be az e-sport szakosztályba, ahol a közös munka eredményeként reméljük, hogy mindenkiből e-sportoló fog válni. Több eredményes versenyen is részt vettünk, ez azért is fontos, mert magába a versenyzésben is rutint kell szerezni. A jelentkezés egyébként folyamatos, bárkit szívesen látunk, próbajátékra csatlakozhat hozzánk. Ezen kívül egyébként még kommentátor a jelentkezését is várjuk, akik szívesen közvetítenék a mérkőzéseinket, hozzájárulva a nézői élmények fokozásához. A korosztályról annyit, hogy igaziból bármilyen korosztály jelentkezhet hozzánk. Nyilván itt is azért megvan egy felső korhatár, amikor már az emberek reflexei picit lassulnak, akkor már nem lesz annyira eredményes játékos, de én azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes kipróbálni magát, úgyhogy nyugodtan jelentkezzen hozzánk. Ez a jövő sportága, ez a jövő szakosztálya a DVTK-ban, nyugodtan lehet ezt így fogalmazni, és abszolút nincs még kiaknázva, hiszen egyelőre a labdarúgásról beszéltünk, de itt van ugye a kosárlabda, NBA játék, vagy például az NHL játék, ugye jégkorongról lévén szó. Milyen terveket szövegettek még a jövőre nézve? A DVTK most készül több játékot is bevonni az e-sport szakosztályba. Ugye a következő az az NHL játék, ami egy jégkorongos játék. Emellett mi klasszikus e-sport játékokkal is megpróbálkoznánk, mint a Hearthstone és a League of Legends. Ezekhez a játékokhoz keresünk játékosokat, csapatokat, tehát lehet rá jelentkezni. Milyen közeljövőbeli terveitek vannak, akár ugye most már jön a nyári időszak, sokan inkább a szabadba fognak kimenni, de ezért gondolom, hogy ilyenkor sem adjátok fel az e-sport szenvedélyeteket. Májusban tervezünk egy DVTK hibrid FIFA bajnokságot, aminek az érdekessége, hogy a félidőben, az egyik félidőben e-sport, a második félidőben pedig rendes kispályás labdarúgás zajlik. Ez mindenképpen elég látványos, és nagyon jól ötvözi, vagy nagyon jól mutatja, hogy hogyan lehet az e-sportot és a hagyományos sportot összekapcsolni. A nyáron egyébként egy e-sport edzőtáborra is készülünk, azoknak a csapatoknak és egyéni játékosoknak szeretnénk segítséget nyújtani ezzel, akik komolyabban meg akarnak ismerkedni a e-sport területeivel. Intenzív edzési lehetőségeket tudunk biztosítani, és egy nagyon jó nyári szórakozást. Csapadíjós győr! Nos, ennyi fért a 20 percbe a Csillagpont Rádió DVTK magazinjába. A Csak a Diós Győr műsorunkban továbbra is a Piros-Fehér Klub mindennapjairól hallhatnak érdekességeket, háttérbeszélgetéseket, híreket, információkat. Tehát Diós Győri szurkolók, figyelem, ne hagyják ki a Csillagpont Rádió DVTK magazinját. Az éterben az elmúlt 20 percben Martini Emilt hallották, tartsanak legközelebb is velem, a viszonthallásra, hajrá Diós Győr! Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr!